Ripped! Ez is a kutya miatt volt. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Köd neki három ember! Oké, fasz fej. Kontrolld kifele! Ennek mi baja van? Roham! Atakíren! Böröbetittiri! Hoppá! Rib... Azt mondod, Gess? Tudtam, hogy várni kéne, annyira biztos voltam benne. Hogy ez a gyökér megöleti magát ott én. Mi a fasz? Micsoda tervek! Szács hadművelet, bázzeg, mindent bele! Olni! Tettő abszaszult! Bassza meg! De meddig lőnek már? Mahoney! Ha meddig lőnek? Mekkora szopadék? Pálya ez.
nie! Ba-ba-ba-ba-ba! Let's go! Manin már nem lehet segíteni, fődet rá! Basszalak már meg! Jó, van már, hova menjünk? Még hát én. Jaj, ne heroik shit! Majd én megcsinálom. More Grenadier! Ah, ez egy szar pálya egyébként, ez tök nem tetszik ez a pálya. Idegesítő. Komolyan! Mi a fasz ez? Fucking kidding me, bazd meg. Végig csapattam azt, cső! Bezmeg.
Hát ha ilyen hülye vagy, hogy onnan tolod, akkor gratulálok. Szaladj, bazze! Jó, ketten maradtunk, hát ez... Nagy veszedelem lesz. Na, jó. De... Juhu! Elsingolás, basztok. Csapatja az elsingolást ez a csávó. Na végre, scripted. Nagyon szívesen, paraszt. Eminem, vagy hogy hívnak? Emil, Emilé. Ez az, most menjetek, most nem lőnek annyira. Mit szólnál hozzá, hogyha szarrá vernélek? The Nivelle offensive was a bloodbath, a butchery. Soon mutiny spread throughout the French infantry divisions, and the offensive was abandoned. Emile was jailed with the other rebels. Nem már bebörtönöztek, vaj! Szaszulj te! Time out-old magad! Oh, doggy! Menjünk! Ja nem! Ez a csodgoszt! Jaj, nem áll, igen, itt visít ez a kis fos. Gyerünk! Let's lássuk el! Alkoholt az arcába. Hoppá! Meghalt. Bocs. De milyen fasz már? Hát jól nyomok. Pim, 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 pim. Pim, 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 pom. Nesze, szentelt víz. Ne, élő holt volt és most meghalt a szentelt víztől. Hozd a kocsit. Elvisszük ördögűztetni. A sátán fia.
Igyál még! Ezt a gyereket vigyétek innen, mert én nyírom ki. Ha pump! Oppá, oppá, hé, hó. Vazzeg, ennyi kötszert elpazarolni, inkább fődet rá. Oh my god, még mindig nem... Most mit csinálja? Elfogyott a kötszer, mondom én. Ah, Isten. Hagyd már azt a kurva kutyát. Ez az, simogasd meg. Na jó, hallod az egész kurva kórházba. Nincs kötszer, hogy hova dugtátok? Na végre már. Mindjárt megyek, csak még collectible-t keresek. Tarts ki! Ez az. Megvan, most már megyek. Jól van már. Almost there. Most mit agonizál? Push! Notification! Ez az! Fölélet! Oh! Holy shit! Nesze, injekciót is kapsz az arcodba. Szerintem azért nem lesz jobban a csávó, mert itt sír az a hülye gyerek mellette. És idegesíti. Hoppá! Oh, sorry. Oh, meg megmentettük. Heroikus küzdelmesség ellen. Ez meg nem látok semmit, mert ilyen fos, emós buzi hajam van. Szép munka, Ica! Marie finally received a letter from her father. Ó, Emil levelet írt. Emil Chaillon.
Megyünk hadbíróság elé. Mi a szar? Még nem jött el az időm? A kutya meg a gyerek rokonok, bazdmeg. És hova visztek ti parasztok? A glitches lánccal a lábamon. Az apja a gyerek kutya. Ó, kedves Marie, a háború számomra véget ért, de nem bánok semmit. Rengeteg borzalmat láttam, és remélem a sors hozzád kegyes volt. A Földön eltöltött időnk rövid, és az enyémeknek tök jó volt az enyém, ami ilyen kicsi volt, de jó volt, úgyhogy köszi szépen neki. Tükörfordítás. Ez az utolsó levelem. Ó, a hadbíróság bűnösnek ítélt és halálra ítélt. Ja nem, mert megöltem egy... őr nagyot. Bár nem akartam megölni. A háború megőríti az embereket. Már Kalt cserben hagytam. Tudom, hogy az áldozatom nem volt hiába való. Az országomért és a szabadságért harcoltam. Mivel az Istenek úgy akarták... ez nem a görög hon. Tehát mivel Isten úgy akarta, hogy külön legyünk. Nem tudom mit írt már, mert csetet olvastam. De mindegy, majd el békét leleményekben. Ribd! Even though their bodies have long since returned to dust, their sacrifice still lives on. We must strive to cherish their memory and never forget. Rekt, son! Rip, papa! Ebből a játékból azt tanultuk meg, hogyha a hazádért teszel valamit, akkor a hazád azt hasonló módon meg is hálálja.